Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Egy héttel ezelőtt, 56-ban a szovjet csapatok kivonulásánál álltunk meg egy ideig a történelmi időutazásunk során, és ma gyakorlatilag ettől a ponttól fogjuk folytatni. Stúdiónk vendége ezúttal is Sinka Jenő. Köszönöm, Jenő bácsi, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. És akkor folytassuk most már azzal, hogy tulajdonképpen elindult a szovjet csapatok kivonulása, de hát az egy kicsit később, de mi is történt a csapatokkal itt Magyarországon, még akkor, mielőtt, ugye az előbb említettem az első, illetve az első ez előtti részben, hogy vonultak ki október 28-án délután. De hát ez, ugye, mint ahogy akkor említettem, ez egy olyan kivonulás volt, amire a szovjet vezetőség rájött, hogy ezeket a katonákat innen el kell vinni. Mert átálltak. Igen. Na de hát ők azt veszélyesnek tartották volna, hogy akkor senki nincs itt, hanem jöttek visszafelé, jöttek vissza szembe. Én magam is láttam egy ilyen bevonulást, ugye 16 éves voltam akkor, és Románián keresztül jöttek gépkocsival, katonák, mongol képű, egészen fiatal, mint amit én akkor én is voltam, és vonultak gépkocsisor, és bizony mentek. Ez kérem szépen Békés Csaba, Szolnok, vagy Kecskemét, és úgy Budapest felé indult ez a menet, és ahol vizet láttak, azt hitték, hogy ők Suezné vannak, mert ugye az volt nekik a... Hát azt mondták nekik, azt mondták ezek szerint, tehát hogy ők nem tudták, hogy Budapestre vagy Magyarországra jönnek. Semmi fogalmuk nem volt, hát tudatlanok voltak meg, ugye csak azt volt nekik hallani, amit mondtak, és kérem szépen jöttek visszafelé, jöttek befelé is ezek az orosz katonák, és aztán tudjuk, hogy november 4-én aztán mi történt. Tehát egy ilyen hadsereg csere is volt, azt kell, hogy mondjam. És erről szól az a Magyar Ifjúság cikk, hogy tiltakoznak a csapatok cseréje kapcsán, erről a hadsereg létszám cseréről. Ez egy nagy tiltakozás volt, de hát mit lehetett tenni? Olyan nagy erővel jöttek, nem csak ezek, amit én említettem, hogy gyalogosok gépjárművel, hanem tankkal, Gödöllő környékén. Ugye Ukrajnából, Kárpátaljáról azon keresztül hamarabb odaértek Budapestre, és nagyon nagy mennyiségű hadsereggel jöttek vérbefojtani az országot, mint ahogy aztán meg is történt. Az eseményeket a magyar lakosság nagyon figyelemmel kísérte, és ugye október 28-29-én a Népszavát olvasva lehet látni, hogy az emberek mennyire bújják, hogy íme kivonulásról van szó. Hát ez egy nagy öröm volt számukra, és nagy lelkesedéssel szinte mindenki bújta az újságot. Hát az egy kicsit szomorú helyzet volt, amit az előbb említettem, de nagyon érdekelte a lakosságot. Nos, hát kérem szépen, ez egy kicsit érdekes dolog, amit mondok, de hát megtörtént, mert ugye az AVH az tette a maga dolgát, ugye 56 előtt pláne, de amikor észrevették, hogy itt a forradalom kitört, és itt ebből komoly baj lesz, és ugye az előbb már több alkalommal említettem, hogy a követelések első három pontja között benne volt az AVH megszüntetése. Ugye az orosz csapatok kivonása, a kötelező termény beszélt, de az AVH megszüntetése, kivonulása. Az ország rendjéből. És akkor elindultak az AVH-sok. Igen ám, de hová, merre és hogyan? Amiről olvastam, hogy először is a legközelebbi helyre, Csehszlovákiába, ugye Csehszlovákia, Szlovákia egyben volt, Szlovákiába családostul titokba, ugye, mint akik nem is tudják, hogy hát mert gondolom olyan, féltek a megtorlástól. Féltek a megtorlástól, lincseléseket is tartottak, itt Székesfehérváron is volt egyfajta dolog, nem említenék most meg erről semmit, de begyűjtötték egyébként az AVH-sokat nagyon sok helyen, azért, hogy ne legyen bántódásuk, mert a lakosság nagyon lincselő hangulatban volt,
itt Székesfehérváron is begyűjtötték a laktanyáikat, és őrizték, hogy nehogy valami balé legyen. Na, de akik szabadon voltak, és minél előbb szerettek volna menekülni, azok elmentek. Ugye elmentek Csehszlovákia, Szlovákia részére, és akkor Ausztria a következő. És akkor itt van egy olyan hír róla, hogy 10 000 dollár több kiló aranyat találtak Ausztriában elfogott volt AVH-s tiszteknél. Most a részleteket nem olvasom itt el, az meg van jelölve úgyis több ilyen újságcikknél, hogy miket tartalmaz, de már maga az a tény, hogy mennyi pénzzel és mennyi értékkel, mert ugye őnekik volt erre lehetőség, tehát őket jól megfizették, és szabad rablásuk volt sok minden tekintetben. Azzal együtt léptek ki az országból, és menekültek el. Tehát ez is egyfajta olyan dolog volt, ami rést ütött a szocialista világon. Pénteki jelentések a szovjet csapatmozdulatokról. Kérem szépen, Szolnok és Abony körül, ahol több napon át mintegy 200 harckocsi ásta be magát. Ezek már jöttek vissza. Illetve szembe, ez az a csapatmozgás volt, amit ott az előbb már felháborodásra vettek, hogy jönnek vissza, jönnek szembe. És ez a harckocsi rengeteg Záhony felől jött be, amit az előbb említettem, és komoly páncélos haderő. Egyik bajtársam akkor Gödöllön volt, hát ők észlelték a mozgást, és volt ott nekik egyfajta harci csapatuk, és akkor elkezdtek tanakodni, hogy mi történjen. És amikor látták azt a nagy mennyiségű tank beözönlést, azt mondták, hogy ennyi tankkal szembe, semmiféle puskával nem szabad szembe szállni. Mert ővelük, nekik nem tudunk ártani, nekünk meg annyi. Tehát belátták azt a helyzetet, hogy józan... Hát a túlerőt felismerték. Igen, túlerőt felismerték, pláne nem mindegy, hogy harckocsi nélküli, tehát egy gyalogos katonák ott harckocsival szembe szállni. Hát azt nem lehet. Itt Fehérváron is, amikor a hadsereg parancsnokság épület előtt az egyik bajtársunk sajnos ott lelt a halálát, jött oda egy tank, és ott is voltak katonák. Azt mondta a parancsnok, hogy állj, nem szabad lőni a tankra. Hát végénk. Így is vége lett szegénynek, mert lelőtték. Tehát át kellett látni, hogy ez a csapatmozgás mit hozott. Örültek, hogy elindultak kifelé, de ott volt benne a másik fész, és joggal, és félt a lakosság, hogy mi lesz ebből. Hát az lett, amit aztán tudunk nagyon jó, hogy november 4-e. A megtorlások. Az 44, november 4-e, a vérbefolytás napja. Ezt így kell nagyon sok helyen megnevezni. Ugye a 23. a forradalom kitörésének a napja. Az a forradalom. A november 4, mindenütt ezt mondom, és tényleg, és így volt, hogy a vérbefolytás napja. Hát most ezt nem részletezem tovább, szóval tulajdonképpen mindenütt folyt a vér. Itt Fehérváron is a Magyar Királyszállónak a termében, hogy berontottak, és akkor majd egy másik alkalommal elmondom, ott is tea, kávé, és vérbe feküdtek az ott lévő alkalmazottak, a kocsis, a takarítónő, amikor az oroszok be... Vérbefolytás volt. Vér folyt Budapesten, vidéken, mindenütt. Hát megszállták a vidéki városokat is, nagyon, nagyon sok helyen. Ugye mi a Fehérvár is ebben, meg sok minden más megyei. Nos, hát azért a forradalom alatt voltak azért számunkra, mint diákoknak egy jó örömhír is, hogy megszűnik a szovjet nyelvoktatás. Hát kérem szépen, azt nem tanulta meg senki. 4 évig kellett az általános iskola a felső tagozatában orosz nyelvet tanulni, és akkor valaki középiskola, akkor másik 4. Hát 8 év alatt tudtak annyit összeszedni, hogy tudjanak oroszul beszélni. Hát a legfontosabbakat azért megjegyezték az emberek, mert amikor az orosz katonákkal kellett beszélgetni röviden a Kossuth téren, amikor odajöttek és kiszálltak a tankból, és ott beszélgettek, megértettük, azért annyit tudtak oroszul beszélni, hogy mi barátok vagyunk, kapsz kenyeret, kapsz cigarettát, stb. Tehát, de alapvetően az orosz nyelv az abszolút nem tetszett senkinek se. Nos, a forradalom alatt akkor egy néhány hónapra
lehet-e tanulni más nyelvet is. Ez körülbelül talán másfél vagy két hónapig tartott. Az orosz még megmaradt mellette, mert mondták, hogy az még egy csökkentett óraszámmal, de most lehet németet tanulni. Hát akkor néhány héten keresztül valami kis német nyelvtudást, pontosan, de hogy nyelvtudást? Az alapokat, tehát például megismertem az ABC-t, el tudtam olvasni valamit németül, de hát aztán nem tartott tovább, és akkor újból visszaállt a rend, hogy mégiscsak kell azt az orosz nyelvet tanulni, mert hát az a béketábornak a főnyelve. Hát ugye a magyar katonatisztek, katonák, azoknak ugye ez fontos volt, mert sokan a Frunze Akadémián tanultak, és hát ugye ott orosz nyelvtanással tudták ezt megszerezni, tehát azok, akik a Szovjetunióban tanultak, Maléter pár is ott tanult egyébként, azok tudták az orosz nyelvet, tehát a felsőbb vezetése a hadseregnek, ezeknek persze nagyon kellett ismerni, a repülőseknek pláne. Hát Kecskemét volt az egyik legnagyobb bázis Magyarországon leszállását, ott mindenki oroszul beszélt. Mert ott már az egész személyzet orosz nyelven beszélt, mert röpködtek állandóan az orosz katonák, ez már 56 után volt, és ott otthon érezték magukat, hogy így mondjam. De akkor volt egy másfél hónapos szünet? Volt másfél hónapos szünet, talán még annyi se volt. Lényeg az, hogy alapvetően nem szűnt meg az orosz nyelvoktatás, egy kicsit belekóstoltunk, hogy más nyelvek is vannak. Igen, hát ez a két része annak, hogy mégül is, hogy a forradalom maradt, annak közelében még történtek. Egy nagyon jó filmet tudnék ajánlani Magyarország lángokban. Nem tudom, hogy mostanában lehet-e már kapni, de ez egy nagyon jó összeállítás. Az 1950-es forradalom és szabadságharcról. Persze előtte néhány percben, talán 20-25 percben is, előző szabadságharcokról is szól, mert az is hozzá tartozik, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy teljes, de ez egy nagyon jó film legyen. Ezt VHS kazettán vettem, és aztán egy pár alkalommal sikerült is átmásolnom DVD-re, meg kölcsönadni is, úgyhogy ezeket gyakorlatilag is szokták kérni, hogyha ha iskolába megyek, mondjuk többnyire inkább középiskolába, akkor utána szokták ezt elkölcsönözni tőlem. Főleg ez 2006-ban az 51. évforduló idején tapasztaltam, hogy akkor bizony 6-8-10 iskolai történelem tanár bejött hozzám az irodába, és akkor kért tőlem filmeket, többek között ezt is. Persze ők titokba csinálták ezt, mert úgy vettem észre, hogy nem ketten, hárman, hanem mindenki külön-külön. És olyan, hogy mondjam, óvatosan, de más filmeket is adtam nekik, és akkor vissza is hozták megköszönve, hogy egy kicsit fölkészítsék a gyerekeket az általános iskolákba. Nagyon jó kép. Az egyik bajtársam az Erdei Sándor bácsi, akit a múltkor említettem, hogy recski rab volt, ő is részese volt ennek a filmnek az előkészítésében. Na kérem szépen, az előbbi alkalommal részben, a másodiknál már érintettem azt, hogy az oroszoknak milyen instrukciókat ajánlottak, hogy ne lőjetek, ugye oroszul ki volt írva. És egy másikat is említettem, hogy Moszkvű, ott van a jobb alsó sarokban ez a kép, erre a lámpavasra föltéve, hogy a nyíl merre mutat. Irányba állítsák, hogy Moszkvű. Annak idején, amikor ugye az orosz hadsereg jött át Budapesten, akkor a M7-es kijáratánál volt egy kapitány, aki mutatta, hogy arra kell menni nyugatra. Mi pedig ugye akkor a forradalom alatt azt mutattuk nekik, hogy Moszkva merre van. Nos, hát ilyen fricskák, de azért, ha valamelyik katona észrevette és látta, tudta, hogy ő neki mégis mi a dolga, vagy miért küldték ide, mi a parancs. Hát voltak utcai harcok, természetesen sokféle kép van erről. Egyet hoztam el, ez egy kapuajból lövő, azt hiszem, hogy golyószóróval, vagy gépfegyverrel, kis azt hiszem golyószóró mégiscsak, és itt van mögötte egy másik. Hát ez is olyan volt, hogy így kaszálni tudott vele, mert ugye ez egy állványon volt, itt van egy ilyen
fogantyú is, ez két keréken, ez géppuska volt, most már látom jobban, lehetett gurítani, és hogy van egy mellvéd is, ahol, ami a szembejövő lövéseket felfogja már amennyire, és itt függőlegesen van benne egy rés, ahol lehetett kilátni. Hát persze, hogy ilyen svájci sapkában lévő, meg a másik is, hát ha kapott szembe egy lövést, nem hát, sokat érte. Hát igen, szóval ez egy nagyon veszélyes dolog volt. Tulajdonképpen a forradalomban harcoló civil emberek nek nem volt semmi védőruhájuk. Hát honnan lett volna? Miből lett volna? Hát ami legfontosabb volt neki, valamilyen puskája, meg a benzines üveg. És akkor ezzel tudott szembeszállni azzal az őrületes nagy hadsereggel. És így indultak neki. Van olyan kép is, most az nincs itt nálam, hogy hát ugye fiatalok voltak többnyire benne, mert a családosok is benne voltak természetesen ebben a harcban, de amikor egy szerelmes pár sétál az utcán, átkarolva a kedvesét, és a derékszi övébe ott van hátul a benzines üveg. A másik kezében meg a fegyver. Tehát szerelem és forradalom. A kettő együtt jár, fiatalok voltunk. Fiatalok voltak azok, akik abban a nagy harcban részt vettek. Kérem szépen, azt szokták mondani, főleg fővárosiak, hogy hát a forradalom az Budapesten volt. Hát már elnézést kérek, a forradalom az egész országban volt. Na de kik hogyan vettek részt a forradalomban? A nagyobb városokban voltak események. A megyei városokban, megyeszékhelyeken. Ott volt. Hát az első dolog az volt, hogy sort tűz a tüntetőkre. Fehérváron, most mindig csak Fehérvárt említem, de nagyon sok vidéki fővárosban, nagyvárosban sort tűzek voltak. Az első sort tűz az Debrecenben volt, és akkor egy kicsit rivalizálnak, hogy Szeged vagy Debrecen, hát fél óra különbség. De mindenütt sort tűz volt. Már 23-án délután 2 órától, tehát a vidék forradalma, erről is szól. Hát meg vidékről nagyon sok segítséget adtak a fővárosnak, igen, élelmet, igen. Például a budapesti egyetemekre, hát ugye fehérvári diákok is jártak föl, volt, aki fönt lakott, volt, aki ott született, de a vidéki nagyobb városokban is voltak egyetemek. Ugye a MEFESZ Szegeden alakult, meg egyből Budapestre, a Magyar Egyetemisták és Főiskolák szervezete, ez a MEFESZ-nek a rövidítése. Tehát volt vidék. Ezek harcok, ezek elszenvedték azt a szovjet azonnali csapást, nem is biztos, hogy szovjet csapás volt, hanem az AVH lövései dördültek el a forradalom első napjaiban. Mert aztán később nem minden nap voltak harcok, tehát azt nem lehet mondani, hogy az egész 13 nap alatt mindenütt harcok voltak, de például az is egy nagy segítség volt, az én példámat mondom el, hogy kihirdették minden faluban, hogy segítséget a fővárosnak élelmezés szempontjából. Hát mit csináltunk? 2 kiló lisztet vittem. Többet nem vihettem, mert ugye a begyűjtési az bántotta a családot, de a faluba, a községházán, tanácsháza, úgy nevezték akkor, gyűjtötték az élelmet. Ki mit tudott vinni? Általában azért élő állatokat, vagy hát a megtisztított libát, kacsát, azért azt is vittek, de akkor azt azonnal, hogy ugye minél előbb Budapestre ér. El kell mondanom, hogy egy időben az a hír jött vissza a falvakba, hogy ne küldjetek, már tele van a főváros élelemmel. Tele van. Minden helyiségben. Itt van egy teherautó, azt mondja, hogy élelem a lakosságnak. Egy teherautó. Hát sok teherautó ment föl Budapestre. És hogy hová vitték? Biztos, hogy volt helye. Biztos, hogy volt helye, ha máshol nem, a nagy vásárcsarnokokba elvitték. És látták, hogy íme, itt van a vidék. Nem a fegyverrel jött, nem azért, hogy most a fővárosba ő harcoljon, és ő is ugyanolyan részesen legyen egy utcai csatának, vagy akárminek. De amit tudott a vidék, azt megtette. Az is egy forradalmi cselekmény. Egyik bajtársam úgy nevezte ezt, hogy
mivel ugye nem volt fegyver, hogy a mezitlábosok harca. A mezitlábosok részvétel a forradalomba. Ez alatt a mezitlábos alatt azt lehetett érteni, hogy nem volt semmi olyan eszköze, amivel ő fizikailag a forradalom részese volt, hanem ő azzal segítette a forradalmat, hát, hogy életben tartsa a fővárost. Most, hogy abban a fővárosban volt kommunista is, meg mindenki más, de akkor is főváros volt. Akkor is a vidéknek egy olyan, illetve az országnak egy olyan része volt, ami ebben a szituációban, ebben a harcban ott kell, hogy legyen velük. Ez a magyar nem virtus, ez a magyar összetartás, a magyar együtt gondolkodása annak, hogy együtt vagyok veletek, hogy jó, hogy nem biztos, hogy olvasta a Népszavát, nem biztos, hogy olvasta azt a magyar ifjúságnak a cikkét, nem biztos, hogy eljutott hozzá, de ő akkor megtette azt, amit a forradalom, hogy úgymond nem azt mondom, megigényelte, elvárta, megkívánta. Mert ő is ugyanolyan részese volt ennek, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az az egyszerű bácsi, aki az előbbi részben említett Csillag lehult könyvben benne van a Székesfehérvár településeinek az eseménye, ott is vannak ilyen, hogy ki gyűjtötte, ki volt az, aki fölment vele Budapestre. Ez is egy cselekmény. A forradalom azon cselekménye... Megkockáztatta az életét is ki, azért ezzel, igen, aki fölvitte, nem? Igen. Hát bizony, voltak rá példák. Mert voltak utána megtorlások, erről is tudunk ugye példákat. Ez most egy nyitott autó, de amikor ponyvás autó volt, és ment a főváros felé, bizony akkor ott ellenőrzési pontok voltak. Mert nem tudták, hogy ki milyen szándékkal jön. És hogy amikor megállították ezt a ponyvával takart teherautót fölnyitni, az első az, hogy fegyver van-e, meg hogy kik vagytok, és ha látták, hogy élelmiszert hozunk, akkor annak szabad útja volt. Annak megvolt a maga módja, és akkor lehet, hogy nem a város szélén az első helyen rakták le, ez már részletkérdés, mert lehet, hogy az volt a gyakorlat, hogy na már itt vagyunk, akkor most rakjuk le, akkor megtállt a város, a főváros környéke mindjárt élelemmel. De hát ő is ugyanolyan részese volt. És nem volt hős, mert nem harcolt, de részese volt ennek a 1956-os forradalom és szabadságharcnak. Na most, ugye most már befejezve ezt a gondolatsort, azt kell, hogy mondjam, hogy az ellen a szovjet hadsereg ellen voltak ezek az események, aminek most ugye a megemlékezésére készülünk majd június 19-én, ugye 1991. június 19-én volt az utolsó katona, amikor elvonult, és most majd erre készülünk ezekkel a sorozatokkal. Igen, de hogyha már említetted júniusi dátumot, akkor azért ne menjünk el, ugye 30. évfordulóját tartjuk, emlékezünk, igen, meg a Nagy Imre újra temetéséről. Itt műsorunk utolsó, záró gondolataként ugye sokan mondják azt, hogy az a dátum 89. június 16-a, igen, volt az, ami gyakorlatilag a rendszerváltáshoz vezetett. Pontosan. Azzal indult a rendszerváltás. Pontosan. Nagyon jó, köszönöm szépen ezt az analógiát, hiszen júniusban vagyunk már most, és ez a 16-a, ez tényleg egy nagyon, nagyon jelentős esemény volt. Én emlékszem arra, én személy szerint nem voltam ott, de emlékszem arra, hogy a televízióban láttam. És olyan síri csönd volt az egész idő alatt, és olvasták be azokat a neveket, akiket kivégeztek. Az élet neve, életkora, foglalkozása. És az egy nagyon, nagyon emlékezetes volt. És ugye úgy emlegetjük, hogy Nagy Imre újra temetése, nem csak Nagy Imréről van szó, hanem mindenkiről. Mert ott volt egy üres koporsó. Egy üres koporsó, amiben bele kellett tudni mindenkit, aki ebben a dologban, aki ebben a forradalom és szabadsághoz. Sőt, hát mi magunkat is. Igen. Mindenkitől elvett. Igen. Tehát nagyon jó időszakban történtek ezek az események. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről. Köszönöm szépen én is, Jenő bácsinak, hogy itt volt, és hát a nézőknek pedig megígérhetjük, hogy megyünk tovább, hiszen, igen, a sorozatunkból még van jó néhány rész. Igen, hátra. Június 19-e utánra is lesz egy-két részlet még ebből. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt.
nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is számítunk Önökre itt a Fehérvár Televízióban, illetve, hogy azt hallhatták, ez a sorozat is folytatódik még, remélem, hogy velünk tartanak akkor is. Viszontlátásra!